kívánok mindenkinek. Egy nap csúszással, ugyanis remélem, hogy csak egy, most állok neki vágni a videót, és igen, csak hétfő van, de mivel hosszú hétvége, ezért úgy gondoltam, hogy most csúszhatunk kedre. Szóval egy egész heti evésünket, és ételeinket, és főzéseimet, sütéseimet szeretném megmutatni nektek. Nem vagyok benne biztos, hogy mindent föl tudtam venni, két hete rögzítettem ezeket az anyagokat, de mindenképpen szerettem volna most megvágni ezt a videót, mert a legutóbbi kettő ilyen videó az elmaradt. Valamiért fölvettem, nekiálltam megvágni, és aztán félbe hagytam őket. Nem tudom egyébként, hogy mi miatt, de így történt. Amit szeretnék mindenképpen még itt az elején elmondani, hogy ez nem feltétlenül egy követendő példa, ahogyan mi eszünk. Látni fogjátok, van benne édesség, én fehér lisztet használok, többnyire, általában kétharmad, egyharmad arányban, teljes kiörésűvel vegyítve, de semmi extra egészséges, vagy extrán követendő ételt nem fogok mutatni, ez egy teljesen átlagos hetünk, most éppen azt hiszem nem volt semmi ünnep sem, így két héttel ezelőtt, nem nagyon, szóval egyszerűen egy hétig rögzítettem, hogy miket ettünk, ha kíváncsiak vagytok rá, és szeretnétek egy kis ötletet szerezni, mert nekem mondjuk ez nagyon jól jönne néha, mert imádok főzni, de ötletem az sosincs, hogy mit csináljak. Szóval, ha minden igaz rátok, akkor tartsatok velünk! A mai reggelink banánkenyér, ezt még tegnap este sütöttem. Ilyen chocolate chip cookiehoz való csoki chip van benne, úgyhogy ott ilyen barna, és egy kis diót is beletördeltem, fele teljes kiörlésű liszt, és ilyen állítólag nagyon finom. Én még nem kóstoltam. Időközben oda tettem ebédre a borsót főni, ugyanis borsófőzelék lesz az ebéd. Nagyon pici vegetelt, és egy még annál is kevesebb paprikát tettem bele. Én alapvetően sápadtan szeretem a borsófőzeléket, szóval nem lesz ez a paprikás színe, úgyhogy tényleg csak egy annyit, hogy ne legyen totál fehér majd a tejtől, hogyha fölöntöm. Szóval ez most még kopog, még jeges, de mindjárt letakarom, és akkor, hogyha megpuhult, akkor egy nagyon pici rétes lisztet fog kapni, és tejjel fogom fölhúzni. No, Liza körete, mert ő finnyes, kordász, és itt van Emi főzeléke, és én is főzeléket fogok majd kordásztán enni. Úgyhogy mit vágyat! A vacsora ezúttal hideg volt, és bár igyekszem mindig a magasabb hústartalmú sovány sonka, vagy magasabb hústartalmú és tartósítószert nem tartalmazó szalámi, szóval az ilyen jellegű felvágottak felé menni, de a sajtos párizsinak néha nem tudok ellenállni. Reggelink kalács, vaj, és mutasd a kolbászt. Csemege. És csemege kolbász. Emi, hol a kolbászod? Ott. Igen. Egyébként ezt a fajtát szoktuk enni, a lányok a csemegét, én pedig a csípőset. És közben, mivel a főzelékből maradt jó sok, ezért még egy csomag debrecenit fölkarikázok, és bedobom a sütőbe, mert hogy nagyon-nagyon jó idő van, úgyhogy reggeli közben ezt megsütöm, és aztán ebédig be se jövünk. Ez még tegnap este kimaradt, de mindenképp szerettem volna megmutatni. Nagyon nagy pomeló mánia van itthon a lányoknál, és általában olcsóbb a honey pomeló, úgyhogy eddig mindig azt vettük, most viszont a piros volt akciós, és gondoltam, megmutatom, hogy ha Liza nem árnyékol be teljesen,
meg Emília sem, hogy ennek ilyen tök jó ilyen, hát talán a grapefruithoz hasonlítható színe van. Ízben viszont nem éreztünk különbséget, ugye? Más volt ez a piros? Nem nagyon, igen. Úgyhogy maradunk a Haninál szerintem. De gondoltam, megmutatom, hogy egyébként ilyen színe van. És a Liza lefekvés előtt még a esti mese és a fogmosás között mindig eszik egy kis gyümölcsöt, ami éppen van itthon, eplet, fizeliszt, pomelót, mandarint, ilyesmiket. Vacsorára zöldséges bulgurt és ilyen magos, paníros pulyka mellett készített a férjem, pontosabban a bulgurt én, a húst pedig a férjem. Általában nálunk ő a rántó személy, ugyanis nem igazán vagyunk barátok a forró olajjal, természetesen... Természetesen nem halunk éhen, hogyha arról van szó, hogy nekem kellene megsütni, de hogyha éppen van időkapacitás és energia rá, akkor ő szokott panírozni és rántani is. Amikor nekem megjön a menstruációm, akkor döldugába mindig mindenféle diéta tervem, ugyanis iszonyatosan éhes vagyok, de el nem tudom mondani, hogy mennyire abban a néhány napban, főleg az első egy-kettőben. És hát, hogyha este jön meg, akkor én nekiállok este csoki pudingot főzni. Szép jó reggelt! Sötét van! Szerda reggel van, és mivel hétfőn és csütörtökön igyekszünk csak heti kétszer, és ezen a két napon boltba menni, ezért így szerdára már általában nincsen friss pékárunk, úgyhogy most éppen Mirelit túros fornettit sütöttem, és ezt nagyon szeretik a lányok is, én is, és ez a mennyiség ez valószínűleg még uzsonnára is elég lesz. És ja, ennyi. Egyébként a lányok még kakaóznak a mi szobájában, most öltözünk, aztán reggeli, és szaladunk a kertbe, mert olyan jó idő van, hogy csak na. Te már megittad? Jól van. No, kiadagoltam az ebédet, ugyanaz, mint ami a tegnapi vacsi volt, csak már jóval kevesebb zöldség van az alján. A férjem szedte a tegnap estét, és ő úgy szed, hogy a tetejéről. Na mindegy. Lizának csak kukorica maradt a bulgurban, mert a többitől sikító frészt kap, hozzáteszem, nyersen bármilyen zöldséget megeszik, de főzve valamiért csak a kukit. Rántott pulyka, magyaros bundában, és cékla, és aminek ugyanaz, csak neki egy picit több zöldséggel. És a Liza nagyon sokáig nem ette meg egyébként a húsikat, és most azt mondta, hogy kér húsit. Igen, úgyhogy leteszteljük, hogy meg is ezt. Bár az esetek többségében kimerem jelenteni, hogy mondjuk 90%-ában gyümölcs szokott az uzsonna lenni, valami kis kekszel, vagy zabszelettel, vagy akár nekiállok mondjuk egy banános palacsintának, és ilyesmivel. De ahogy említettem már, itt már nagyon-nagyon bolt előtt álltunk, és nem igazán volt itthon friss gyümi, úgyhogy ilyen túrókrémet, gyümölcsös túrókrémet ettek a lányok uzsira. És a vacsora pedig saláta volt az összes maradék talált zöldséggel. És én ehhez Mirelit, de színhús, jó minőségű halat ettem sütőben megsütve, a lányok pedig sajtos tejfölös tésztát vacsoráztak. Jó reggelt kívánok! Csütörtök van, és... 4:12. Ugyanis a Liza most mászott ki az ágyból. Úgyhogy ilyenkor van nálunk az, hogy a macska lemegy az asztalról egyrészt.
Másrészt pedig gabonagolyó és gabonakarika a reggeli a lányoknak, és mivel én ezeket annyira nem szeretem, ezért nekem ilyenkor vagy tejber is, vagy zapszelet, most éppen egy tejber is, és aki szereti a tejberizseket, meg a karamellát, ezt kóstolja meg, mert valami isteni egyébként. Na, tegnap estiről maradt tésztánk, viszont az összes sajtunk rá az ennyi. Úgyhogy a lányok megeszik sajtos tejfölösként, én pedig magamnak, hát szerintem ennek kb. A felét meg fogom pirítani, rányomok a tésztából, meg öntök egy főzőtejszínt, és akkor nekem egy ilyen tejszínes fokhagymás tészta lesz, nekik pedig sajtos tejfölös, amihez egyébként itt másul a szalonna, ami a lányoknak csak frissen jó, mert úgy ropogósabb, úgyhogy te is kapsz, úgyhogy ezt még most frissen sütöm. Sütöttem ezt a csirkét, amit láthattok itt az alsó részen, és egy kis sztingburgonyát, illetve egy zacskós salátát bontottam még ki, és fokhagymás tejfölt is készítettem, így egy kvázi girosztál sikerült, és ez volt az vacsora is, és vacsora után pedig kumkvatot ettek a gyerekek is, meg mi is egy picit megkóstoltuk. Most tettünk ilyet először, valószínűleg nem fogok többet venni, mert nagyon savanyú, és nagyon tele van maggal ahhoz képest, hogy milyen picike, de egyébként a héja nagyon finom, és tök érdekes az, hogy ez egy olyan citrus, aminek meg lehet enni a héját is. Nagyon emlékeztet egyébként a kandírozott narancshéj ízére. Tojássántotta lesz, nekem is ennek legalábbis. Nagyon pici szalonna, nagyon pici kolbász, nagyon sok hagyma kerül most bele, és mivel ezt a kis serpenyőt vettem ki, ezért most más zöldséget nem teszek bele. Egyébként szoktam vagy mexikói zöldségkeveréket, vagy gombát. Itt van a tojás. Sok-sok-sok-sok házi tojás, azért ilyen sarasak, mert néha lefogy a szalma, mert kitúrják maguk alól, és akkor olyan. És a finnyásabbik része a csapatnak pedig pirítóst fog enni, házi tepertőkrémmel, ami a kedvence egyébként. Szóval Lizának tepertőkrémes pirítós, nekünk rántotta. Pénteken ebédre és vacsorára is túros csúszát ettünk, mi ezt mindig összepirítva sósan esszük, illetve nagyon ritkán csinálom máshogy, de a lányoknak igyekszem mindig sósan adni. Igen, azt hiszem ez nem szorul magyarázatra, nagyon szereti mind a két lány, és mi is. A reggeli azt hiszem magyarázatra szorul, szombat van egyébként, jó reggelt. Egyrészt a telefonomat nem fogom megenni, másrészt azért van tele alufóliázva az egész asztal, mert nagyon felszokott a cica, és mivel mi ott tároljuk a polipot egyébként nem, de például ott van egy körte, pomeló, szőlő, szóval itt van a gyümölcsös hely, itt a szőlő alatt még mandarin is van, itt tárolunk általában mindenféle gyümölcsöt, és a macska nagyon szereti ezeket rágcsálni, a szárait, a szőlőszárat, a körtének a szárát, az almacsumáját, stb. Meg hát nyilván étkező asztal itt eszünk, azért a lányoknak van, hogy kimegy a tányérból valami, akkor fölveszik a terítőről, stb. És azt láttam ilyen BuzzFeed és társai videókban is, meg olvastam is több helyen, hogy az alufóliát elvileg annyira utálják a macskák, főleg a hangját, hogy ha valahova nem szeretnénk, hogy felmenjen, akkor ezt be kell vonni teljesen alufóliával, és akkor elvileg pár nap alatt megtanulja.
ott volt egy fölugrás, meg ott a végén is, és egyből lement róla, úgyhogy hát reméljük, hogy ez tényleg hat. Másik magyarázat pedig az, hogy ide raktam egy egész stanglit, de mivel 11 óra van, ezért csak egy fél sajtos stanglit fogok megenni, vajjal, füstölt sajttal és tágai sonkával, sósvaj, mindig sósvaj, úgyhogy ezt megeszem, és akkor utána neki is állok az ebédnek. Megettem a stanglimat, nagyon finom volt, nem mondom, hogy jól laktam, de úgyis mindjárt ebédelünk. Szóval összekészültem az ebédhez a fantasztikus alufólia tengerben, aminek az alapja az ez a csípős szecsuáni mártás lesz. Nagyon ritkán eszünk ilyeneket, de amikor éppen eszembe jut, akkor, akkor nagyon meg szoktam neki örülni, és a férjem is. Úgyhogy ez a kb. 2-3 havonta egy alkalom, ez úgy gondolom, hogy belefér egy ilyen előkészített cuccnak is. Viszont nem szoktam így hagyni, mindig felturbozom a húson kívül is mindenféle dologgal. Most éppen hagyma és egy zöld pritamin paprikának a 48%-a fog belemenni kb. Pulyka mellett fogok hozzá használni, viszont nem az egészet, az egyébként 850 g, mert egyrészt szeretnék eltenni pár szeletet a Lizának a méhütőbe, előre bepanírozva, mert mostanában nagyon rákapott a rántott pulykára, és mivel egészen idáig, körülbelül egy évre visszamenőleg, egyedül a darált húst tette meg paradicsomos tésztában, meg a KFC-s csípős csirkeszárnyakat, ezért most én ennek nagyon megörültem, hogy a Liza eszik húst, úgyhogy ebből egy 4-5 szeletet szerintem levágok, ezt be is panírozom, és így fogom sütőpapírok közé eltenni a méhütőbe egy ilyen ikás zacsiban, illetve, hogyha bármilyen csirke, pulyka, vagy marha, vagy kacsa, mellhez marha mellna, értitek, szóval ilyen nem húson lévő, vagy nem csonton lévő húshoz nyúlunk, ami nem sertés, akkor előkerül mindig a pici serpenyő, ami egyébként ilyen egy darab tükörtojás, hogy mutassam a méretét itt a kés mellett, talán szóval ilyen egy darab tükörtojásra alkalmas, megsütésére alkalmas. Ez egy cica serpenyője, egy ilyen 7-8 kis kockát fog ebből a pulyka húsiból kapni, fűszer és zsiradék mentesen, csak így simán szárazon meg szoktam neki sütni, és nagyon-nagyon hálás szokott érte lenni. Úgyhogy, ja, darabolok, megyek a tűzhöz, közben a cicának is megsütöm, és mindemellett már fő a rizs és bulgur keveréke, mert hogy mind a két tartomba annyi volt, ami egy fél adagra lett volna elég, és ilyenkor összekeverem, és egyébként a Lizának ez a kedvence, hogyha vegyesen van ez a két köret. No, vagdosok, sütök, főzök, aztán majd mutatom egybe. Vacsira azt a teljes vajas kiflit sütöttem, amit már az előző ilyen jellegű, legalább fél éves videómban is mutattam. Ez Street Kitchen-es recept, hogyha nem felejtem el, akkor lelinkelem, ha nem tenném meg, és kíváncsiak vagytok rá, akkor szóljatok, és linkelem kommentben. Szóval
Ezt a kiflit sütöttem meg, és ahogy láthatjátok, vajjal, paprikás szalámival, paprikával és uborkával fogyasztottuk, és én mindig megszórom, vagy hát nem mindig, de mostanában megszórom ilyen nagyszemű sóval a kiflit, és nekem sokkal jobban ízlik így, úgyhogy mostanában így szoktam készíteni. A vasárnapi napot pedig azért nem vettem föl, mert gondoltam, hogy majd vasárnap megvágom, de hát ugye hétfő lett belőle. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és adtam néhány ötletet. Tényleg nem egy követendő példa, tudom, hogy nem tökéletes, és lehetne ezt sokkal egészségesebben is csinálni, de nekünk ilyen egy átlagos hetünk az étkezéseket tekintve, szerintem azért nem olyan vészes. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!